Számos létesítménybérleti díját szükségszerűen megemelte a városi önkormányzat, hiszen más módon nem tudja kigazdálkodni a megnövekvő energiaárakat. Ameddig a lehetőségek engedték, a lehető legalacsonyabban tartottuk ezeket az árakat. De ez most már nem tartható, mondta Apáca Fel Ágnes polgármester. Mondjuk sportlétesítmény esetében a környező települések bérleti díjához képest viszonylag alacsonyan tartottuk eddig a bérleti díjakat. Ezt most kénytelenek vagyunk a háromszorosára emelni. Ez sem túlzó, én azt gondolom. Tehát például egy órára a lovardát vagy a nagy sportcsarnokot egy sportegyesület 9000 forintért tudja bérelni. Én azt gondolom, hogy ez nem sok. Itt most a kiemelt sportegyesületek jelen pillanatban egy kedvezményt kapnak. Aki nem kiemelt sportegyesület és úgy szeretné bérelni, az 18000 forint. Tehát én azt hiszem, hogy ha a környező településeken, pláne egy nagyobb városét nézzük, akkor ezek nem túlzó bérleti díjak. Körülbelül minden a háromszorosára emelkedett, és értem ez alatt például az orvosi rendelőket is, akik magánorvosi praxist vagy magánorvosi rendelőt üzemeltetnek itt a városban, és ezért az önkormányzattól bérelnek helységet, ott is emelkedtek a bérleti díjak. Ezek már november 1-től hatályba léptek. A lakásbérlők számára ennél sokkal kedvezőbb konstrukciót szavazott meg a testület. A bérlakások tekintetében úgy döntöttünk, hogy nem a háromszorosára, hanem a duplájára emeljük ezeket. Hozzáteszem, hogy ezt is nagyon alacsonyan tartottuk. Tehát eddig egy összkomfortos, jól felszerelt lakásnak a bérleti díja, tehát a legmagasabb bérleti díj eddig 26000 forint körüli összeg volt, plusz hogyha ezt a duplájára emeljük, és itt már családi házakról is beszélünk akár, akkor ez még mindig nem túlzó. Úgy döntöttünk, hogy ezt viszont január 1-től, tehát a karácsonyt ezzel nem terhelnénk az ott lakókat, hanem csak január 1-től vezetnénk be. A költségvetés módosításának átvezetése után az látszik, hogy nincsenek működési veszélyben a város intézményei. Szerencsére az évet azt ilyen lazán terveztük, ebbe azt értem a laza tervezést, hogy hagytunk bennük tartalékot, és ez azt jelenti, hogy azokkal az intézkedésekkel, amit korábban meghoztunk, értem ez alatt azt, hogy 25%-os energia csökkentést írtunk elő minden intézménynél, így ezt az idei évet nem fogja érinteni. Tehát plusz forrást nem kellett hozzárendelnünk a tartalékokból, de nyilván a következő évben ez nagyon meg fogja terhelni az önkormányzat költségvetését, úgyhogy azon dolgozunk egyébként valamennyien itt a hivatalban is, és a képviselőtestületben is, hogy honnan tudnánk esetleg átcsoportosítani az energiaáremelések kapcsán megemelkedett díjakra plusz forrásokat. Nyilván vannak adóbevételeink, de nem szeretnénk feltétlenül a fejlesztéseinkről lemondani, hanem inkább próbáljuk a működést olcsóbbá tenni. Ez ügyben már születtek korábban is döntések, és várhatóan még ez év végéig még lesznek önkormányzati döntések, ezek előkészítése folyamatban van. Néhány hónappal ezelőtt még egy ilyen kép fogadta a tolnai bölcsöde felé sétálókat. Azóta a beruházás és a műszaki átadás is befejeződött. A múlt hét végére a kivitelező befejezte a kivitelezést, és a műszaki átadás is lezárult. Ez azt jelenti, hogy fizikai valójában már a bölcsöde létezik. Nyilván itt használatba vételi engedélyt kell még szerezni, aztán utána működési engedélyt, de ahhoz, hogy ez az intézmény valóban meg tudjon nyílni, ehhez nem csak az épületre, hanem a humán erőforrásra és a működési engedélyekre is szükség van. Tehát most döntött a képviselőtestület arról, hogy a tolnavárosi bölcsőde intézményvezetőjére pályázatot hirdet, tehát nagyon várjuk azokat a jelentkezőket, akik esetleg szívesen vezetnék ezt az intézményt, és az alapítókirat létrehozása már az elmúlt testületülésen megtörtént, tehát arról már döntöttünk. Most meghirdetjük az intézményvezetői álláshelyet, és az új intézményvezető várható majd a szakmai program összeállításával és a működési engedély megszerzésével, valamint a további személyzet felvételével lehetővé teszi, hogy a jövő év tavaszak közepén körülbelül meg tudjon indulni a bölcsőde. Egyébként még egy döntés is született
a bölcsőde kapcsán, méghozzá az, hogy ugyanaz épület megvan, de az eszközök még nincsenek meg, úgyhogy a képviselőtestület megindított egy beszerzési eljárást az eszközök tekintetében, mert hogy nem csak a falak kellenek, hanem játékok és ágyak, asztalok, mindenféle praktikus dolgok, amik kellenek egy bölcsihez, és ez is várhatóan a néhány hónapon belül le fog zajlani. A két csoportos gyermekintézményben 25 kisgyermeknek lesz majd helye.